Csaknem 5 esztendeje még 2016-ban pályázott városunk akkori önkormányzata a város központi funkciók és zöld területek megújítása Ácson nevet viselő projektre. Talán nincs még egy ilyen sokat emlegetett és hosszan elhúzódó pályázat a településünknek, ugyanis a sikeres elbírálást követően a támogatási szerződés aláírása után a pályázati támogatást másra költötte el az éppen regnáló városvezetés. A projekt kapcsán tartott sajtótájékoztatót városunk önkormányzata június 10-én, ahol elsőként dr. Szentirmai István polgármester ismertette a sajtó megjelent tagjaival a projekt pontos részleteit. Először elő kellett teremteni a pénzt, amire a város egyedül képtelen lett volna. Köszönet képviselőasszonynak a kitartó és szívós lobbizásért, és köszönet a miniszter úrnak a segítség jóváhagyásáért. Így 291 millió forintot kaptunk adósságrendezésre és működésre. Hosszas tárgyalásokat folytattunk projektmenedzserünkkel, a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési Kft-vel arról, hogy az eredeti költségvetés és a mostani árak közötti különbség miatt hogyan állítsuk össze az anyagot. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2020 év végén, illetve 2021 év elején lezárult. A közbeszerzésben három részre lettek felosztva a tevékenységek, így a kivitelezést a gyárutca útépítés és a piacépítés tekintetében. A Gompos Földgép Kft. Végzi, a szerződés 2020. november 16-án és 2021. február 1-én került aláírásra, míg valamennyi parkosítást, zöld felületkezelést a Budahíd Kft. Fogja elvégezni. Velük 2020. november 16-án kötött szerződést az önkormányzat. A megkötött szerződések bruttó összege a gyárutca vonatkozásában 138.859.631 forint, a piac építésének vonatkozásában 130.899.609 forint, míg a parkosítás összege bruttó 62.878.915 forint. A projekt teljes költségvetése az önkormányzat tekintetében 350.827.135 forint, melyből 282 millió forint támogatás, a fennmaradó 68.628.135 forint pedig saját erő. Ezt a 68.900.000 forintot nekünk kellett összegyűjteni 2019-től napjainkig, ami csak szigorú gazdálkodás mellett volt lehetséges. Köszönöm a munkatársaimnak a megértést és a fegyelmet. Sokszor kellett nemet mondani javaslatokra, de ez csak így volt lehetséges. A projekt tényleges munkavégzése március hónapban kezdődött, mely három fő részre osztható. A gyár utca rekonstrukciója, a piac tér és területének kialakítása, valamint a kastélykert felújítása, közölte a polgármester. A gyár utcai beruházás magában foglalja a csapadékvíz elvezetést zárt rendszerben, a járdák cseréjét, a két oldalt a kiemelt szegélyt, a kapubejárókat, a 24 parkolót és a buszöböl kialakítását. Az útburkolat 360 méter hosszban és 6,5 méter szélességben kiegyenlítő és kopó réteget kap. Zöld területének növelése, parkosítása is megtörténik. A termelői piac teljes területe 3500 négyzetméter. A csapadékvíz elvezetése itt is zárt decemberben történik, ami kapcsolódik a gyár utcai elvezető rendszerhez. A piac épülete a vizes blokkal együtt 120 négyzetméter. Az eladó térben 10 árusító pultot kívánunk létesíteni. A vizes blokkban férfi és női, valamint egy mozgáskorlátozott WC, valamint egy raktárhelyiség is kialakításra kerül. Körülötte kialakításra kerül még 32 parkoló, köztük egy mozgáskorlátozott parkoló is. A megépülő út aszfaltburkolatú, még a piac és a parkolók térkőburkolatot kapnak. A parkosítás is fő szempont itt a piac területén is. A kastélykerben, ami 18.000 négyzetméter, a növényzet megújítása, új évelő cserjék, bokrok telepítése, és egy kültéri fitnesspark kialakítása fog történni. A közbiztonság javítása érdekében a kastélykertben és a piac környékén is közvilágítás és kamerarendszer kiépítésére kerül sor.
Mi készült el idáig? Elkészült a csapadékvíz elvezetés csatorna rendszere aknákkal, lefolyókkal a Gyár utca és a piac területén. Ebbe lett belevezetve a városháza tetejéről lejövő csapadékvíz is. Kiváltásra került a városháza és a kastély még horganyzott csővel való ivóvíz bekötése a vízórától az épületekig. Majdnem kész a piac épülete, a közvilágítás és a kamerarendszer kábelhálózata a földben kész, állnak a kantelláberek. Mi várható ezután? A Gyár utca építése június 26-ától kezdődik, vele párhuzamosan a piac mellett terület építése is. A kastély körül a gyenge áram és erős áram beruházás is befejeződik. A parkosítás inkább ősz elejére csúszik. Ami még örömhír, hogy a Gyár utca az állomásig megújul, melynek beruházója a Magyar Közút ZRT. A sajtótájékoztató folytatásában Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei önkormányzati hivatal elnöke osztotta meg a projekttel kapcsolatos gondolatait a megjelentekkel és a sajtó képviselőivel. Kiemelte, Ács az elmúlt időszakban a területi operatív programban mintegy 890 millió forint támogatást nyert el a város különböző területeinek fejlesztésére. Nagyon fontos, hogy kifelé jövünk a bajból, és mutassák meg, hogy ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy lehet bulizni, meg színházba, meg moziba járni, hanem az egész világ egy nagy sungot kap a gazdaság, nagy sungot kapnak a projektek, és itt Ácson is ez látszik, hogy gyakorlatilag belehúzunk. Amikor egy-egy Facebook posztban, vagy más helyen közé tesszük, hogy mit tettünk, mit csináltunk, gyakran megkapjuk azt a kommentet, képviselő asszony és én is, hogy hát mit akarnak, ez a dolguk. És polgármester úr elmondta, hogy itt plusz 290 millió érkezett, tehát látszik, hogy van, aki teszi a dolgát, és figyeli a helyieknek a problémáit, és célzottan segít. Ács a megyei önkormányzat által koordinált topos projektek közül 890 millió forintnyi támogatást nyert el négy projektre. Ezek közül az egyikről beszélünk most, de van csapadékvíz elvezetéses projekt, kerékpárút projekt és szociális alapszolgáltatási központ fejlesztése projekt is. Ebből a 890 millióból összesen majdnem 29 millió olyan forint, amely szintén azért érkezett ide, mert dolgozunk és figyelünk arra, hogy ha esetleg kevés a pénz, akkor legyen plusz. Tehát ezt pluszba kapta meg az idő múlásával történő áremelkedések kompenzálására Ács. Nagyon örülök, hogy megy a projekt. Én erről többet nem is szeretnék mondani. Majd ősszel, amikor látjuk, hogy tényleg milyen szép lesz itt, és milyen, mennyivel szebb lesz itt a környezet, és mennyivel jobban fognak tudni örülni az emberek, akkor eljövünk és fogunk Áccsal együtt örülni. A sajtótájékoztatóra meghívást kapott Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, két vállalása volt az ácsiak felé, s nagy örömmel tölti el, hogy mindkettőt maradéktalanul tudta teljesíteni. Én nagyon jól emlékszem arra a fórumra, amelyet polgármester jelölt úr tartott akkor még, azóta már másodszor is megválasztott polgármester Ácsnak, és nekem kettő vállalásom volt az ácsiak irányába. Kettő. És én azért állok ma itt borzasztóan boldogan, és az örömöm is nagy, mert ezt a két ígéretemet tudtam teljesíteni. Lelkiismereti kérdés, hogy amit vállalunk, az olyan súlyú mértékű legyen, aminek a teljesítése nem haladja meg a képességeinket. Na nevezetesen mi volt ez a kettő ígéret? A fórumnak a politikai tartalmát ma nem idézem ide, az majd egy következő beszélgetés tárgya lehet. A projekt szempontjából kettő dolgot vállaltam akkor. Annak idején, hogy ahogy polgármester úr említette, a korábbi önkormányzat elköltötte a TOP forrás előlegeként ide érkező támogatást, az a következő tényállást hozta, az időközi választás és majd a 18-as választás követően is az új önkormányzati képviselőtestületeknek az asztalára. Az pedig úgy nézett ki, hogy mivel a város nem használta fel a topos támogatási forrást, ezért annak teljes összegét
némi nemű bírsággal megpakolva, vagy rárakva, ezt vissza kell fizetnie. Na, itt a matematika az egy szörnyen, néha rémisztően objektív dolog. Abban a pillanatban, amikor ez a 300 millió forint, ami a projekt rendelkezik, 291 millió forint, ami a projekt rendelkezésre álló támogatási kerete volt, már nem volt meg. Ergo, mínusz 291 millió forintban voltunk a projektet érintően, ami azt jelenti, hogyha ezt vissza kell fizetni, akkor ebből a nem meglévő forrásból kell visszafizetni, ami az önkormányzatnak a költségvetésében abszolút értékben, vagy abszolút számokat tekintve, az mínusz 600 millió forint. Ez konkrétan azt jelentette volna, hogy Ácsváros, jegyzőasszonyra nézek, minimum csődeljárás alá kerül, mert nem hogy a napi működés, hanem az egyéb város működtetés tekintetében is a forrásai azok elégtelennek bizonyultak volna arra, hogy a város egyáltalán költségvetési pénzügyi szempontból fent maradjon. Úgyhogy a feladat az volt, és én ezt bevállaltam akkor az időközi választás fórumán, hogy ez a pénz meg fog érkezni Ácsra. Próbáltunk egyébként még jegyzőasszony segítségével is a kincstárnál és a közreműködőknél egyéb utakat is, tehát a topos uniós források szabályos, hogy mondjam, szabályosságát is, és az uniós támogatási konstrukciók szabályosságát is jogszabály szerint végig járva, megpróbáltuk megteremteni ennek egy nem egyedi támogatási igényét, de amikor végére értünk a pénzügyi jogszerűségi, mármint úgy jogszerűségi, hogy a jogszabály szerint mire van lehetősége az önkormányzatnak, akkor az volt az utolsó lehetőségem, hogy a problémát miniszterelnök úrral megosztottam, és miniszterelnök úr támogatólag állt az ácsiak kéréséhez. Úgyhogy ez a projekt ma azért valósul meg, mert borzasztó sokat dolgozott rajta a megyei önkormányzat, az akkori ácsi önkormányzat, ezt nem szabad elfelejteni, függetlenül az azóta itt történtektől, és volt egy projektötlet, ami a város számára a fejlődés egyik útját jelenti, tartalmát tekintve konszenzus volt benne, képviselőtestület megfelel a támogatási prioritásoknak, stb. Esztétikailag is segít a városon. Ugyanakkor volt egy kis malőr, ha finoman fogalmazok az eljárásban. Gyakorlatilag hiába való lett volna a megye tervezési és projekt gondozási tevékenysége, a korábbi ácsi döntések, és egyébként az a felelős vállalás, amivel az új képviselőtestület és polgármester úr annak idején beleállt az ácsi ügyek vitelébe. Tehát itt nagyon nem kínálkozott más megoldás, hogy egyedi kormánydöntéssel az ácsiak számára ezt a forrást ide kellett hozni. Elég lenne egyébként ma csak annyit mondanom, hogy vállaltam, megígértem, megcsináltuk. Az ácsiak évtizedes vágya és kérése, ha jól emlékszem, de lehet, hogy több mint évtizedes kérése a Gyár utcának a vasútállomásig történő felújítás. Ez egy közút kezelésében lévő út, tehát gyakorlatilag az önkormányzat erre nem is tud kapni forrást, és hogy azért ezt se felejtsük el, ez a Gyár utcai felújítás, tehát a Zöldváros 360 méterén túleső szelvényszám és hossz tekintetében, amit a közút fog szintén top forrásból felújítani. Tehát a mostani uniós forrás felhasználásnak és a megye, mondjuk úgy, hogy projekt generáló és projekt támogató feladatának az az eredménye, hogy a meglévő, egyébként hazai és nem hazai forrásokat is igyekszünk úgy szinergiákba együttesen összeilleszteni, hogy féllábú projekt ne legyen, így kínálkozott a Zöldváros projekt keretében ennek az utcának, a 360 méteres Gyár utcai szakasznak a közút kezelőjének hozzájárulásával a projekt keretében történő felújítása. Értelemszerűen a közművek miatt szükséges is az út, meg a csapadékvízelvezetés miatt szükséges volt az út felújítása, de erre szintén top forrásból a közút a saját rendszerében topos keretre a vasútállomásig meg fogja csinálni, fel fogja újítani a Gyár utcát. Ez volt a másik. Azt mondtam, hogy megcsináljuk, időt kérünk, most pedig a két beruházás összehangolása zajlik,
így is elég szépen fel van turva a város, de én ennek szoktam örülni, mert ez az állapot egy idő után elmúlik, és akkor egy megújult városközpont, egy megújult városrész fogadja az embert. Úgyhogy polgármester úr, köszönöm, hogy itt lehetek, mert ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom. Az én életemben is, hogy két vállalásom volt az Ácsiak fele, és mind a kettőt tudtam teljesíteni. Elkezdődött tehát a városközponti terület megújítása, multifunkcionális közösségi térré való átalakítása. A cél, hogy a létrejövő minőségi infrastruktúrát és a magas szintű szolgáltatásokat növekvő számban és kedvel vegyék igénybe a városban és a térségben lakók. A Zöldváros projekt kivitelezési munkálatai várhatóan 2021 év végéig tartanak majd.